catch 'em all. Na hát, sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket! Az úti naplót látjátok végre. Megint eljött az idő, hogy fel tudtam végre egy kicsikét kerekedni, és hát láthatjátok ott a napocskától, nem annyira kivehető, de ott van egy hegytető, amiről szeretnék egy igazán szép körpanorámát készíteni, nem csak nektek, hanem magamnak is. És hát igazából szeretem az ilyen egészségügyi sétákat. Nos, hogy a helyszínt pontosítsuk, Beeningenből indultunk, ez itt az Engelweg, vagyis Angyalút, és hát innen kezdődik maga a túra útvonal. Itt van ez a kis bokor mellette egy paddal, és ami érdekessége a dolognak, hogy ott ugye már ki is van írva, hogy innen kell majd kezdeni magát a túrát. Egy egészen szép, hosszú kirándulást terveztem, így hellyel közel a csúcs megmászásáig, ami 842 méter magasság. És annak a visszajövetével együtt durván egy 8-10 kilométer hosszúságú lesz. Lesznek bőven toptatók, meg ilyen normálisabb részek is, de egyébként ezt gyakorlatilag pont egy évvel ezelőtt már megcsináltam. És hát lélegzetállító odafentről a kilátást, tehát ezt szeretném még egyszer megtenni. Hogyha abba az irányba elnéztek, ott láttatok egy kis párát, az azért van, mert ott van egy felhagyott bányató, és hát gondolom most ilyen pillanatban az párlog. Odafentről biztos ez is sokkal jobban fog ez kinézni, illetve hát most ezt a bányatavat ezt lezárták, nem lehet látogatni legnagyobb bánatomra. Gyönyörű felvételeket lehetett ott is készíteni, tényleg nagyon szép volt. Most egyelőre akkor menjünk fel a hegyre, aztán közben is be fogok persze egypárszor jelentkezni, mert minden egyes magasságnál, meg minden egyes tövetni ugye változik a táj, és nagyon-nagyon-nagyon szépek, mint az a kiszáradt fa is tök érdekes ott. Nos hát mindazoknak, hogyha látszik ott ugye azon a részen, én innen szabad szemmel szépen látom, a svájci Alpoknak a Hofötte hegycsúcsai sejlenek fel, de gyakorlatilag a köttől nem élesen látszik, de kivehetőek a formák. Itt a ennek a hegynek a másik oldalán már ugye Svájc helyezkedik el, tehát gyakorlatilag annyira lent vagyok itt Németország déli részén, sziasztok, hogy tulajdonképpen teljesen ilyen határ részen vagyok. Itt van egy másik vulkáni kúp, annak a hegynek a tetején is van egy várom, egy kilátóval, amit tavaly megmásztam, nagyon érdekes volt, elég volt fölmenni, a sokkal meredekebb, mint ez a hegy. De hát na végül is csak sikerült megoldani. Annak a hegynek a mögötti részen terül el Engen városa, és hát ott az is egy igazán szép festői belvárossal rendelkező város. Illetve amennyire látszik itt a naptól, minket az a hegycsúcs fog érdekelni, oda fogunk fölmenni. Nagyjából egy ilyen 2-3 darab durván eskanyarnak megfelelő hurokkal lehet oda feljutni. Amit így érdekességnek tartanék még elmondani, nem tudom mennyire tűnt fel nektek, de itt a hegyoldalaktól kezdve a legelőkön át így mindenen, amint látjátok, elég szépen egységes egy nyírva van a fű. Tehát, hogy a feleségem is azt mondta, hogy ez milyen érdekes, hogy itt így minden ilyen irreálisan gondozva van, hát igen, viszont így az összhatását tekintve ez számomra tényleg nagyon szép, bár bevallom őszintén, hogy ugye alföldi gyerekként az alföldi pusztaságot is nagyon-nagyon nagyra értékelem, de ilyenkor, mikor ilyen helyeken járok, és esetleg egy ilyen magasságukba megyek fel, és itt egy elég szép panorámát tehet magájával az ember, tehát olyankor azért mindig elámulok, hogy milyen gyönyörű is a természet. No, hát ez az út, ellen fogunk menni. Nagyjából kiépített gyalogút van, valahol aszfalt, valahol murva, valahol meg ilyen köves, ágas, saras, de mindegy, tehát abból nem lesz sok. És azt most ezen fogunk szépen fölmenni egészen a hegy csúcsáig, tartsatok velem. Elég szégyenlős ez a hegy csúcs, úgy nem szereti magát megmutatni, pláne így ugye nappal szembe, de tehát az az a hegy csúcs, ahol menni fogunk. Ugye itt van a vele szemközti hegy, amiről már meséltem, ami mögött Engen van.
Azt egyébként az előbb említett hegytetőről már fogjuk is majd látni, hogy ott van a kiszáradt fa, és igen, azon a részen ott van Büszlingen, én abban a kis faluban lakom, illetve ott bérlek lakást, mert az egy teljesen jó kis alvó település. Ez itt Biningen, amit láttok, hogy egy kicsit tovább megyünk, akkor az ott a Schlatt nevű település. A hegyeken túl egyrészt Svájc van, kicsit arrébb pedig Gottmadingen, hogyha szeretné valaki ezt így betájolni magának, és hát a hegyoldalnak ezen a részén, ugye látok, ott is van egy település, meg ott is van egy település, azok pedig már svájci települések, az egyik Bibern, a másikat meg igazából nem is tudom, pedig átmentem már vagy 2-3-szor rajta, és hát akkor most a hely meghatározós föci órából elég is volt, ugye az utunk ebben az irányban fog folytatódni, itt így fölfele, és hát ugye közelítjük meg fel a hegyet, de gyönyörű helyeken fogunk még menni, szóval, hogyha eddig nem untátok meg, akkor most már ne kapcsoljatok el. Túrázóknak és mindazoknak, akik szeretnek a természetbe lenni, kiépített ilyen reggeliző helyek vannak kialakítva, és hogy lássátok, hogy tényleg gondoltak az emberekre, itt van egy ilyen sütésre alkalmatos kis tűzrakóhely, egy elég komoly grillrácssal, tehát hogyha valaki itt sütkérezne, akkor azt itt nyugodtan megteheti. Egyébként így ezek a kilátópadok, tehát ugye bárki használhatja, és hát na, tehát egy reggelit képzeljétek el egy ilyen kilátással, szerintem egészen jó. Na hát elértük a civilizáció végét, már úgy értem, hogy ez az a pont, ami után már nem lesz aszfaltos az út, hanem innen igazi túra hangulata lesz az egésznek, mert be fogunk menni itt ebbe a kis susnyásba. Ezen az úton van egy kis kaptató fölfele, ami betorkollik egy ilyen erdei útba, és hát gyakorlatilag ez fog minket majd fölvinni ugyebár a hegytetőre, meg az ottani váromra, amit ugye ez az útjelző turistatábla szépen ugye mutat, amit hát tavaly jobban látszott, de így azért látjátok, hogy a természet próbálja visszafoglalni az övét, így aztán most ez lesz az az út, amit nekünk föl kell szépen menni. Na és hát ahogy ugye szépen kaptattam fölfele, kicsit letértem az útról, feljöttem ide, mert akartam mutatni valami érdekeset, úgy tűnik, hogy valakik ősembereset játszottak, de lehet, hogy ez csak valami buksaf. Fú, elnézést, hogyha rosszul mondom ki. Tudjátok, az a fajta erdőben való természetközeli életforma, akik az ilyen túlélésre vannak berendezkedve. Bocs, tényleg. Tudom, hogy miről van szó, de nem vagyok benne biztos, hogy jól mondtam ki. Na, szóval azt néztem, hogy itt van egy ilyen rögtönzött éjjeli menedékszerűség, így fűből meg gajakból összerakva, illetve ugye bár itt egy ilyen másik házikót építhetett valaki, kíváncsi vagyok, majd ha legközelebb eljárok, hogy ebből lett-e valami, vagy ez a projekt megfenek lett itt így ezen a ponton, pedig hát tulajdonképpen egészen ötletes a dolog, és látszik, hogy foglalkoztak vele, mert itt a fáknak a vágása is ugyebár a baltával történt. Ugye egy kis kezdetleges tűzrakóhely is össze van rakva, illetve egy ilyen fa szárítására alkalmas kis kalodát is valaki ide felrakott. Egészen jó pofa, maga az ötlet tetszik. Az is lett, hogy valami általános iskolának volt egyébként ilyen bemutatása, hogy hogy éltek hajdan az ősember. Persze nem akarok hülyeséget mondani, tehát ez lehet, hogy az egész fals információ is valakinek, csak ilyen ez a hobbija, hogy ilyeneket épít itt az erdőbe. És pont azon gondolkoztam, hogy milyen jól tettem, hogy eljöttem, mert amikor felléptem ide és így körülnéztem, egy ilyen hangon elektromos mountain bike biciklivel valaki úgy ment itt el, szerintem egy olyan 50-nel lefele, mint a szar. És szerintem, mivel hogy mindjárt visszatekintek, hogy meg tudjátok ezt nézni. Ó, ezt észre sem vettem. Mi az, amit nem vettem észre? Azt nem vettem észre. Nézzétek csak, hogy itt ilyen szöges drót így le van itt taposva. Tehát valószínűleg, hogyha ezt így nem néz az ember és így csúszik egyet, akkor ez eléggé maradandó élmény. Na, szóval azt akartam mondani, hogy
ezen az úton jöttem ugye fölfele, és hát ezen a lejtésen tulajdonképpen esélye nem lett volna elektromos biciklis barátunknak megállni. Én ezt egyébként inkább segédmotor kerékpárnak tartanám, mint biciklinek, de ez legyen az én véleményem. Nos, akkor folytatom tovább itt szépen fölföl az utat, aztán hogyha kiértem ezen a kaptatón, akkor megmutatom, mert az meg egy ilyen erdei, ilyen falehordó erdészeti út lesz, az viszont már tök jól nézik, legalábbis tavaly. Na, abból a pontból jött ki ez a kis út, és ugye látjátok, hogy itt vagyunk ezen a murvás részen, és hát ugye a háttérben a svájci határhegyek, és tulajdonképpen, ha a fák nem lennének, akkor eszméletlen szép kilátás lenne, gyönyörű körpanoráma, de hát vannak, és ezt egyáltalán nem rossz alulban mondom, örülök, hogy itt vannak, tehát inkább ne lássak ki, de fa az azért legyen. Itt láthatjátok, hogy fenyves, már viszonylag uralkodó fafajta, és ahogy megyünk feljebb, ez nagyjából így is fog maradni, bár láthatjátok, hogy itt azért ki van használva minden négyzetméter, mert itt egy kicsivel fentebb egy egészen szép kukoricás található, illetve hát ugyanúgy itt ezen a maradék területen pedig gyümölcsfák így szépen elszórva. Ezek, ha jól láttam, egyébként almafák voltak. Nos, folytatom tovább az utamat, ugye ezen a murvás szakaszon fogok így ebbe az irányba haladni tovább, és hát hogyha minden igaz, legalábbis hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor egy nagyon szép ilyen erdei birtok lesz, egy igazi régi német típusú faktuárház, és hozzátartozó hatalmas nagy legelővel. Tavaly tehenek voltak rajta, kíváncsi vagyok, hogy idén ott lesznek-e még. Jövök itt ugye szépen fölfele ezen az úton, és most egész jó erdei részen vagyok, és milyen vicces, hogy a elszállt levelek között ezek a mohás kövek milyen durván kitűnnek a talajból. Teljesen olyan üdezöld, méregzöld hatást adva, nagyon tetszik. Tényleg nagyon jól néz ki. Meglátszik, hogy tiszta a levegő, a moha az szereti az ilyet. A háttérben páfrány is van, tehát moha és páfrány, ugye, mindenfelé. Itt van ez az út, ahol megyek, ez egy ilyen erdészeti út, de mind a két oldalán, ugye, rengeteg moha, gyönyörű, átláthatatlan erdő, és tényleg egészen változatos faji diverzitás látható. Az ilyen pontokat egyébként nagyon szeretem, ilyenkor egyre szülessük megállni, ilyenkor kis vízfelvétel, vagy ha kell, akkor eszek. És van időm gyönyörködni ezekbe a különleges természeti jelenségekbe. Na hát az emlékezetem az nem csalt, és ugye ezen az úton jöttem föl, és láthatjátok, hogy itt van ez a hegyi legelő, amiről beszéltem. Háttérben pedig azzal a tipikus német ilyen hát parasztházzal meg gazdasággal, ami ugye egy ekkora legelőnek az állattartásához ugye szükségeltetik. Az út ugye ebbe az irányba megy majd szépen fölfele, lassan már kezdjük elérni a végleges magasságot, és most már nem is lesz olyan nagy kaptató, ha jól emlékszem, de még azért kell menni, körülbelül egy olyan 2-2,5 kilométer van így fölfele, de ez már most már ilyen lájtosba, tehát hogyha jól számolom, egy max. Egy óra múlva fent leszünk magán a hegynek a csúcsán. Hát elérkeztünk egy útelagazáshoz, mi majd ebbe az irányba fogunk menni, ugye erről jöttünk, arra megyünk, de megtaláltam az előbb említett teheneket, úgy látom, hogy napfürdőt vesznek, tök aranyosak, és ugye itt van ez a farm, aminek itt a fák mögött látszik is az a tipikus német ilyen fagerendás ház, amit egy kicsit szeretnék közelebb bemutatni, mert így messziről látszott a ház ormán egy évszám. Szóval erről a házról van szó, és ugye ott abban a három szögbe látszik egy 1635-ös évszám. Tehát ez a favázas ház, ez 1635 óta van itt, gyakorlatilag hamarosan 400 éves lesz. És nézzétek, milyen gyönyörűen tartja magát, tehát, hogy aki ezt építette, meg annak a leszármazottja is már réges-rég az enyészet téi, de a ház
amit épített, még mindig áll, és teszi a dolgát, otthon biztosít annak a családnak, aki ugye ez a gyönyörű gazdaság, és remélem, hogy nem sietettem magánlakot azzal, hogy idáig eljöttem. Nos, a teherektől búcsúzok, és ugye folytatom az utam tovább abba az irányba, a várom felé. Nos, remélem, hogy hallatszott, hogy elég komoly madár csicsergés és varjúkárogás közepette haladunk ugye ezen az úton befele. És az előbb volt egy elszólásunk, hogy megyünk fölfel a váromhoz. Nos igen, egy kolostor és egy várrom van fent a hegytetőn, és az igazából a kilátópont. És most láttam az előbb a kiírást, még 1,8 kilométerről egészen a hegytetőig, tehát még van időnk szépen mászni fölfel. Tehát az előbbi nagyjából 2 kilométer satszolásom az helyesnek bizonyult. Nos, akkor további a hegyi úton befele. Nos, hát erről jöttünk, és válaszúthoz érkeztem, ugyanis tavaly ezen a kis ösvényen mentem fel, de tudom, hogy ennek a végén egy nagyon durva kaptató volt, és hát arra mondjuk még lehet, hogy lehet szó, hogy inkább itt jöjjek le, de a hivatalos térkép szerint ezen az úton viszonylag kényelmesebben lehet feljutni a váromhoz, aztán majd meglátjuk, hogy melyik volt a jobbik. Tavaly ugye kipróbáltam ezt, most akkor jövök erre, ez legalább ismeretlen rész számomra is. Hát ebből az irányból jöttünk, és már jöttünk elég sokat, és most úgy érzem, hogy lehet, hogy szopóágra kerültünk, ugyanis, hát nem tudom, hogy a videó mennyire adja vissza, de egy egész komoly lejtmenet következik. Persze ugye az életben is egyszer fent, egyszer lent, és nem mindig csak felfelé vezet az út, tehát azon gondolkoztam, hogy forduljak-e vissza, de úgy vagyok vele, hogy ha már erre jöttem, akkor egyáltalán nem szeretném ezt a dolgot gyakorlatilag megszakítani. És akkor, hogyha lefele kell menni, akkor lefele megyünk, aztán majd utána visszamegyünk a hegytetőre, nem számít. Egyébként gyönyörű az erdő, madárcsicsergés, varjúkárogás, gyakorlatilag minden van. Egy dolgot nem szeretnék hallani, az a vaddisznó röfögés, de az hál' Istennek egyelőre még kopogjam le. Nem történt meg. A múltkor találkoztam vele, mondjuk az volt az Isten szerencsém, hogy én autóval voltam, így aztán nem voltam annyira érdekes, de pont az jutott eszembe, hogy ilyen esetekre lehet, hogy egy ilyen vadászkés is el volna érdemes hozni az embernek magával, mert hát ugye tényleg nem tudhatod, hogy mivel futsz össze. Na most lehet, hogy akkor sincsen sok esélyed, de legalább a tudod. Mert hogyha ilyen puszta kézzel kéne nekiállni harcolni egy vaddisznóval, azért az eljöttetek, hogy nem két esélyes a sztori. Nos, hát akkor innen jöttünk, és megyünk szépen lefele, aztán utána meg majd föl. Remélem, hogy nem kell túlzottan sokat lefele menni egyébként. Nos, hát szeretném megmutatni ezeket a irányjelző táblákat, tehát ahol az előbb voltunk, az 600 méterre volt, ugye ahol a tehenek voltak, meg az a régi házikó. Zingen az 14,5 kilométerre van, a Hohenkráheni várom az 7,5, a Magdebergi az 5,5 kilométerre, ezek is nagyon szépek, és tavaly voltam ott is. Hilzingen, Riedheim, Wartedingen, ezek különböző kis városok. Tengen, ahol én lakom, az 10,5 kilométer. Binningen, ahonnan jöttem, az eddig 2,5 kilométer volt. És ugye itt van a másik oldala ennek a táblának. Na, így közelebb viszem, hogy mindenki jól lássa. Tehát a Hohenhövéni várom, ami Engen mellett van, az 8 kilométerre van, Engen gyakorlatilag 12 kilométerre. És hát minket az fog érdekelni, ez a turista útvonal, ez az, ami felmegy, de van egy ilyen bazalt híd 1,2 kilométerre, a Hohenstoffeln, így hívják ezt a hegyet, ennek a hegytete 1,2 kilométer. Nagyon remélem egyébként, hogy nem visz rossz irányba, mert ugyebár én a múltkor nem itt mentem fel, de szerintem ez az irány is jónak kellene, hogy legyen legalábbis térkép szerint, és akkor ez a kis kanyargós kis fenyvesekkel pásztázott utacska lesz a miénk, tehát menjünk is szépen tovább. Na hát alig kellett nekem egy ilyen 3-4 percet barangolni fölfele,
és szintén egy csodálatos kilátással lettünk megint gazdagabbak. Hogyha azt a részét látjátok, azt a kis fehéres, kékes csillogást ott az ujjamnál, az ott már a Bodeni tónak a, hát gyakorlatilag a nyugati csücske. Alatta lévő város az ott Zingen, ahol dolgozom, az ott pedig a Hohentwil erőd, ott itt szépen odafent. És gyakorlatilag, hogyha erre eljövünk, bár úgy érzem, hogy még egy kicsit majd nyílnia kell a látványnak, hogy meg tudjam mutatni, de lesz másik két ilyen erőd, amit szeretnék szintén megmutatni nektek. Na, feljöttem végre egy viszonylag magasabb helyre. Ugye itt van egy vadászles, meg ez a pad, és szerintem mindkettő így pályázhatna a top 10 legszebb kilátással rendelkező vadászles és pad kategóriában, hiszen ez a látvány fogad így bennünket. És igen, ott azok a kis sötét csík, azok nem felhő, hanem az ott valóban a svájci Alpoknak az elég durván magas hegycsúcsai, ilyen teljesen végig látszik itt egyébként. Hát, hogyha egy kicsit még tisztul az ég és jövünk visszafele, valószínűleg, hogy sokkal szebben fog ez majd látszani. Mindenesetre a látvány az eszméletlen. És hát igen, most már itt a Bodeni tó is sokkal jobban kivető itt azon a részen, úgy érzem. Azért hagyok időt erre, hogy itt lehessen ebben a csodálatos tájban gyönyörködni. Tehát ez itt tényleg eszméletlen, és még hol vagyunk a hegycsúcstól. Bár az Isten igazából nem ezt az irányt mutatja majd be, hanem abban az irányban, amerről jöttünk, tehát ez az Engen és így gyakorlatilag így a svájci oldal lesz, amit meg fog nekünk mutatni, az a kilátópont, de hát ez is valami állati. Na hát, és még mindig nem tudtam elszakadni ettől a padtól egészen pontosan, azért, mert úgy voltam vele, hogy ezzel a kilátással milyen jó ötlet volna itt megregelizni, így hát ezt meg is tettem. És ahogy leültem ott a padnál, a padlábánál észrevettem valami kis apró csillogást. Nézzétek csak! Megtaláltam Frodoéknak a gyűrűjét. Valaki elvesztett egy ilyen gyűrűkurás ezüst gyűrűt. Hát mondom, akkor, hogyha ez itt engem várt, akkor ezt elviszem szépen magammal. Ami a legviccesebb egyébként ebbe az egészbe, hogy illetve hát nem tudom, hogy most ez a gyűrűkurából kiírás, vagy valami arabul van rajta, tehát fogalmam sincs, hogy ez milyen gyűrű lehet. Én így arra gondolok, hogy ez a Frodoéknak a egy gyűrűje. Aztán majd kiderül, hogy ez az-e vagy sem. Hogyha valaki tudja a választ, ismeri a betűket, akkor kommentbe dobja ide, hogy ez mi lehet. Mert én így nem tudom. Nos, hát akkor folytatjuk tovább az utunkat abba az irányba. Visszatértünk ugyebár ismét az erdőbe, és megint csak egy útelágazáshoz érkeztünk. Ugye van itt bőven útirány. Minket ez fog érdekelni, a Hohenstaufen Gipfel nevezetű útirány. Ez 600 méter még így fölfele, és még ugye ez itt egy ilyen rendes kis út volt, ez meg egy ilyen lesz itt így szépen fölfele. Kicsit sáros, kicsit csúszós, de ez az igazi erdei út. És ez az, amit így a túrákban a legjobban szeretek, amikor ilyen típusú ösvényen kellene fölmenni. Úgy látom, hogy ezt elég erőszeretettel szeretik a kerékpárosok is használni, szóval nincs más hátra, mint előre. Akkor, ha minden igaz, a következő bejelentkezés már fent a hegytetőn fog következni. Na, hát a hegy teljesen a tetejét még nem értük el, de azért álltam meg itt, ugye egyrészt van egy Jézus szobor, egy fa faragás itt kirakva, ugyanis itt ezen a helyen, ahol most vagyunk, egy kis kápolna volt, és ez teljesen lerombolódott, de az ásatások alapján egyébként ennyit vissza tudtak úgymond állítani, hogy magára a helyére egy emlékhelyet tudtak építeni. Itt van egy ilyen kis táblácska, amin ugyebár minden információ olvasható, mert ezt szépen óvatosan így leviszem nektek, aztán aki szeretné kisilabizálni, hogy
milyen fontos dolgok vannak ide leírva, én most ezt külön nem fogom elmondani. Az szépen többszöri pauzegomb nyomásával ugye megállíthatja a videót, és el tudja olvasni, meg tudja ismerni ennek a helynek a teljes történetét, illetve hát mindazt, amit ez a tábla jelen pillanatban ugye itt ír számunkra. Egyébként így ezt az utolsó képet szeretném még figyelmetekbe ajánlani. Gyakorlatilag fénykorában 1633-ban így nézett ki ez a hely, ahol vagyok. És itt volt az a kápolna ezen a részen, amit gyakorlatilag most így ennyiben itt jellemeznek nekünk. És ezen az úton kell majd itt még tovább menni, hogy magát a váromot is elérjük teljes mértékben, és hát meg fogjátok látni, hogy egyrészt a kilátás is gyönyörű, illetve hát maga a várom az eléggé leromlott állapotban van, így óvatosan kell rajta közlekedni, de maga az építészeti stílus az szintén eléggé egyedülálló. Egyre szebb egyébként az út így fölfele, és azok, akik a bazaltnak a szerelmesei, itt gyönyörű ilyen bazalt oszlopokat lehet látni, ugye nem véletlenül, hiszen ez egy vulkáni hegység volt, a vulkáni tevékenységnek a végeredménye ez a bazalt kőzet, és valakik úgy látom, hogy kőbe vésték a szabadságot, és hát ez nekem nagyon tetszik, tényleg nagyon, nagyon szuper kis kőbevésés volt, akárki csinálta, azért értett a véséshez, úgy látom, és nincs itt hagyva semmilyen szemét, tehát ezt tudom, hogy tavaly még nem volt itt, mert nem láttam. Viszont egészen érdekes ezt így látni. Freiheit, szabadság. És mint említettem, a várnak ugye az épített falaiból majdhogy nem semmi nem maradt. Ez a kis darab mutatja, hogy itt volt egyébként a vár, tehát itt az emberi kéznyoma volt. Ugye amennyire észrevető, ugye mindenki láthatja, hogy ennek a helynek magát a struktúráját a hegyoldalnak a fala biztosította. Van egy ilyen kis eső ellen védő kis helyiség, ahol esetleg be lehet bújni, hogyha rossz idő van, egy tűzrakóhely, és természetesen egy asztal hozzá kettő paddal, hogyha valaki megéhezik, vagy szeretné egy kicsit kifújni magát az ide felfele vezető úton, azt meg tudja tenni. És nekem még itt el van egy kevéske utam, és tényleg a hegy legfelső pontján leszek, az ott már talán látszik is, ott van a hegytető, és onnan valami eszméletlen kilátás fog tárulni, szóval nem is szaporítom a szót, hanem felmegyek, és nézzétek meg, hogy én mit láttam.